Miközben folytatódik a csökkenő jövedelmük és növekvő költségeik miatt tüntető francia gazdák demonstrációja, a miniszterelnök bejelentette, hogy új törvényjavaslatot nyújt be a mezőgazdasági és élelmiszeripari törvény megerősítésére, valamint az ágazatban dolgozók bérezésének javítására. Gabriel Attal elmondta, meghallgattuk a gazdák kérését, kötelezettségeket vállaltunk, és igyekszünk is teljesíteni azokat. Ez csak a kezdete egy új fejezetnek, amelyet velük együtt írunk. A miniszterelnök azt ígéri, hogy különleges státuszt biztosít a mezőgazdaságnak, de a termelők számára nem világos Macron kormányának motivációja. Az az érzésünk, hogy a mezőgazdasági kiállítás előtt próbálják lecsillapítani a gazdák haragját. Remélem nem ez a céljuk, de cselekvése van szükség, amíg az ígéreteket írásban nem látjuk, véli egy tüntető. Néhány órával a miniszterelnök bejelentése és 3 nappal a párizsi mezőgazdasági kiállítás megnyitója előtt gazdák egy csoportja lezárta az A62-es autópálya egy szakaszát.